Jó estét kívánok, ez a Jazz Karts, a Karts FM Jazz magazinja. Gáspár Károly vagyok. So nice címmel készítette el új albumát a hazai vokális jazz kiemelkedő egyénisége Lukács Eszter. A nagyszerű énekesnő kedvenc jazz örökzöldjei közül választott tizet, melyekben olyan kiválóságok a partnerei, mint Dennert Árpád, Szalóki Béla, Gyárfás István és Sós Márton. Kedves nézőink és hallgatóink, a Jazz Cards ma esti vendégei Lukács Eszter és Dennert Árpád, akiket nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a stúdióban. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Szia, Szia jó, jó estét, estét. kívánunk! Képzeljétek el, vagyok annyira merész, hogy egyből bulvár téma felé terelem a szót, mert azért jó oka van annak a kollegalitáson kívül is, hogy együtt érkeztetek. Eszter, azért avasd be minket, légy szíves, hogyha nem veszed rossz léve, hogy miért is van ez? Ó, hát igen, mi 13, közel 13 éve, ez ideig lesz 13 éve, hogy, a, hogy nem csak együtt zenélünk, hanem együtt is élünk. Párkapcsolatban? És itt a bizonyíték rá, hogy két kolléga, most mindegy, hogy milyen foglalkozásról van szó, is jól ki tud jönni. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy Árpi, vonala zeneileg, amelyet a jazzben képvisel, nagyon nagy hatással volt rád. Nem azt mondom, hogy előtte különféle, nem tudom, szabad improvizáció és free jazz foglalkoztál, hanem azért te is a mainstream jazz területén haladtál, Eszter, de, de tényleg egy ilyen erős megérzés a részemről, és ezt jó értelemben véve mondom, hogy Árpi nem csak férfiként, hanem, hanem muzsikusként is nagyon nagy hatással volt hát, és van rád. Nyilván igen, ez így van. Tehát öm, ugye ő azért a tradicionális műfajt is nagyon remekül művel is őt kiemelkedően, és öm, az a vonal az én életemben inkább általa jött be, hogy azzal is elkezdtem foglalkozni. Igen. És lehet mondani, hogy az új lemez, a So Nice címet viselő új korong is ezt a vonulatot jeleníti meg, ugye? Hát igen, bár talán vagy ez is. Hát is, igen, igen, vagy egy ilyen már, talán mint mondjuk nem kimondott tradicionális, de, de igen, benne vannak olyan elemek, igen. Ugye rögtön feltűnhet a kedves nézőnek és hallgatónak, hogyha elkezdi hallgatni ezt a lemezt, vagy a nevek felsorolásából a partnerek szempontjából, hogy ebben a formációban Árpi nincsen dobos. Hát miért hagytátok ki szegény Kollégát, igazából, a kollégákat. A, igazából ennek két oka van, illetve nem is tudom, hogy ezek okok, vagy mennyire volt ez direkt, ez egész egyszerűen így alakult. Az egyik az, hogy Eszter szereti egyébként ezt a, megmondom őszintén, én is szeretem, tehát meg, van egyéb olyan formáció is, ahol dob nélkül játszunk. Ez, ez nem a dobos kollégák iránt érzett ellenszenv megnyilvánulása, hanem egész egyszerűen ebben a stílusban Régen is voltak olyan produkciók, ahol, ahol, ahol egész egyszerűen nem volt dobszerelés. Hát a, mondjuk a leghíresebbre a régi korokban Netkin Kohl arra, ahol ugye bőgő és gitár kísérte a aztán ezt követte például Oscar Peterson is egy a óta, hogy... is így volt, és akkor a napjainkban pedig Diana Kroll zenekarában is elő, illetve van egy olyan vonulata, vagy van egy olyan formáció, ahol, ahol ő sem hívott dobost. És ez egy abszolút működőképes dolog így, tulajdonképpen egy picit talán még inkább a muzsikának a finomsága ezáltal még, még több színt kap, vagy több, több féle színezetet lehet belecsempészni. Nagyszerű hangszerelések szólalnak meg ezen az albumon. Ki vagy kik készítették ezeket, Árpi? Igazából ezeknek a legnagyobb része az, az magától alakult a próbák alatt, illetve nem... Tulajdonképpen azt nem lehet mondani, hogy agyon van hangszerelve a lemez. Az a pár hangszerelés, az, a, 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 tulajdonképpen a címadó a lemeznek a So Nice című szerzemény, ahova én mindösszesen fúvóst írtam. Tehát volt egy, az egyik próbát felvettük a fiúkkal, Gyafival és a Sós Marcival, illetve ugye Eszterrel, és, és annyira jó, jó volt a kísérlet, és annyira jó helyeken álltak meg, illetve valahogy úgy jöttek ki ezek a, itt egy szünet, itt nincs szünet, nem tudom, és én azt alapul véve arra írtam egy-két két fúvósos hangszerelést, ahol a kiváló barátunk, kollégánk Szalóki Béla is közreműködik ebben a címadódalban, és akkor ketten fújunk ebben, és ez nagyon klasszul összeállt. Illetve van a, a lemez dal a Shiny Stockings, Ugye, ami a Canbezi a, a zenekar örökbecsű darabja, és majd mindenki ismerheti, aki már hallott jazz. Üm, itt, meg, itt meg egy, ez, ez pedig gyafinak volt az ötlete, hogy ott a, a, az eredeti Big Band hangszerelést alapul véve csináltunk egy kombó hangszerelést. És ez a, 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 az eredeti Big Band hangszerelésnek a bizonyos elemei szólalnak meg a, a, a mi kis zenekarunk által. Ha jól értem, az alapcsapat tagjai RP, Gyárfás István, Gyafi és Sós Marci, és vendégművészként igen. pedig Szalóki Bélát igen, hívtátok igen, el. Igen, igen. Igen. Nyilván ugye Béla neve evidencia, hiszen ezt a, ezt a tradicionális stílust is nagyon jól játsza. Nem biztos, hogy így volt, csak egy tip részemről, hogy nagyon sokat segített a, a, a dalok kialakításában. Itt ugye már beszéltünk a, a hangszerelésekről, de hogy így a hangulat szempontjából is szerintem azért az ő rutinjára bizton számíthattatok. Igen, ugyanik az ő két dalban, szerepel, az egyik a So Nice, a másik pedig a ballada medli. És Árpi e, ötlete volt, de a Bélával mi szoros baráti viszonyban is vagyunk. Tehát ugye azért a, a, a mi életünk, mint ahogy a tiéd is, tehát hogy azért nagyon sokszor kialakulnak közelebbi barátságok a szakmán belül, és Árpinak van több közös zenekar a Bélával, én abszolút euh, tudom, hogy ő milyen nagy tudású és milyen szépen játszik. Úgyhogy amikor így jön, szóba került még az, hogy esetleg egy vendégművészt hívjunk. A lemezre, akkor elég egyértelmű volt, hogy a, a béla lesz az. És a pont ez a két dal pedig kívánta is, hogy még egy ilyen szép szány, szá, nem tudok szá, euh, szólóval megszépítsük őket. Nem lehetett könnyű dolgod összehozni, összeválogatni a lemezen felsendülő tíz dalt, azért mert ugye személyes tapasztalatból tudom, hiszen volt szerencsém veled jó néhányszor játszani, hogy hatalmas repertoárod van. most ezek közül tízet kiválasztani, az. Egyrészt kellemes feladat, hiszen ilyen jó, hogy lemezt veszünk fel, de ugyanakkor nagyon nehéz lehetett leszűkíteni a kört. Hogyan sikerült ez mégis? Hát igenis, meg nem is. Tehát voltak olyan dalok, amiket én nagyon egyértelműen tudtam, hogy fel akarom énekelni, például So Nice is ilyen. És, és, aztán, és aztán a balladáknál estem nagyon nagy bajba, mert rengeteg olyan Ballada valami nagyon szeretek, igen. És akkor azon túl még volt is olyan, ami tetszene, de még nem tanultam meg. Tehát még tervben is volt, hogy esetleg valamit megtanulok, aztán végül is a balladában ezt elvetettem. Már csak azért is, mert így amikor felvettük a lemezt, akkor utólag tudom, hogy jobb, hogy olyanokat énekeltem fel, amiket már évek óta énekelek. És, és hát amiket kiválasztottam, azokat tényleg. Mind, na, tehát van, amit nagyon régóta énekek nem tudom megúnni, és amit az ember a színpadon is érez, hogy ilyen érdekes, hogy ezerszer énekeltem, és mennyire jól érzem magam, amikor énekelem ezt a dalt, és akkor általában ezek azok a dalok, amikből nyilván az ember választ ilyen esetben. És próbáltam olyanokat is, amik, amiket nem feltétlenül énekel itthon más. Legalábbis én nem hallottam mástól. Olyan olyan dalok is vannak, elemezem jól tudom-e, hogy ez az első saját neved alatt jelent igen. album? Igen, igen, igen. Miért ez... kellett erre ennyit várni? És ó, ez nem szemrehányás, nem, inkább, tudom. inkább az munkál bennem, hogy hogyha belegondolok abba, hogy Lukács Eszter nevét mióta ismerik, mióta kedvelik, mm -hmm. mióta ismerik el ebben a szakmában a zenészek és a közönség egyaránt, akkor azt mondanám, hogy ó, hát az eszények már biztos van, vagy tudom két-három lemeze. Igen, és valahogy ez úgy alakult, hogy nem volt ugye ilyen demófelvétel, teleket készítettem mindig az éppen aktuális ö, ö, zenekarokkal, akikkel együtt játszottam. Ez, ez egy őszintén bevallom, szerintem egy jó nagy adag önbizalomhiány miatt volt, hogy ez nem született eddig lemez. Mindig úgy hittem, hogy majd akkor csinálok lemezt, amikor nagyon-nagyon-nagyon minden szuper lesz, már mint hogy így nagyon kritikus vagyok magammal szemben, és akkor azt gondoltam, hogy majd egyszer ha nem tökéletes a leszek. A... Nem, egyszer minden... csak rájöttem, hogy nincsen, hogy tökéletes vagyok, és akkor is most megcsináltuk ezt a, ezt a Nincsen hova fejlődni, innen át a felejteni lehetés nem, nem, ez az állapot ez nem tud eljönni, úgyhogy szeretem ezt a lemezt, és érdekes, nem minden úgy sikerült, ahogy az ember tervezte nem, ugye a stúdió körülmények mindig ilyen kicsit olyan engem legalábbis feszélyeznek, úgyhogy, de ennek ellenére mindannyian nagyon jó, hogy nagyon büszkék vagyunk erre a lemezre, és mindenki szerethető anyagnak tartja. Ezt tényleg Gyafi is, már nem tudom hányszor elmondta, és olyan jól is esik, hogy ő is büszke, rá, hát ő aztán tényleg már megjárta tolnát baranyát mostanra, tehát Hát ez nekem azért csak egy ilyen utólag, ha már csináltam, akkor legalább tényleg úgy tűnik, hogy jó lett. Nagyon-nagyon szimpatikus számomra, amikor egy olyan magas színvonalat képviselő művész, mint például te, Eszter, egy egy interjú, egy rádió interjú kapcsán, vagy bármilyen megnyilatkozása, nyilvános megnyilatkozása kapcsán ki meri azt mondani, és hát, hogy így fogalmazzak, nem szégyeli azt mondani magára, hogy önbizalomhiányom van, vagy volt. Azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb őszinteség és kitárulkozása a közönség felé, és jól mutatja azt, hogy a jazzene is egy olyan műfaj, amely amelyben soha nem szabad megállni, mindig folytatni kell a gyakorlást, a zenehallgatást, az, hogy az emberben tényleg meglegyen az a, az a jóféle kényszer, hogy, hogy fejlődnöm kell, de azért úgy gondolom, hogy amikor visszahallgatod ezt a lemezt, és ezt most tényleg minden vicc nélkül mondom, ugye előbb hülyéskedtünk ezzel a témával, hogy egyfajta megelégedést érezhetsz, hogy, hogy na azért ez jól sikerült, szép, és, és egy picit azért kell, hogy erősödjön az, az én kis önbizalmam. Az én igen, kis lelkem úgy megnyugodhat. Igen, nyugodhat. ez így van. Igen. Tényleg így van. Árpi, te sokat kellett, hogy noszogasd ezt, tehát, hogy figyelj, kell, kellene már, nagyon-nagyon kellene neked egy lemez. Hát ez a, 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 Szerintem nagyon sokat nem kellett. Hát ez, ez igazából ez már benne volt a levegőben. Ugye ők a gyafival rengeteg egy duóznak most már tényleg sok éve. Ö, aztán volt olyan, hogy ehhez én is oda csöppentem, mert, mert úgy voltak a lehetőségek, hogy na még egy szólista, és akkor mentünk hárman. Tehát tényleg sok ilyen alkalom volt. És, és, és igazán ez, ez már, ahogy mondtam, benne volt a levegőben, hogy azért ezt, ezt valamilyen formába kellene önteni az utókornak, hogy ez megmaradjon, és hát ö, ö, aztán, hát mint ahogy sok kolléga. Én is kihasználom, ugye az NKA adta lehetőségeket, a, a pályázatok, amit, amit kiér az NKA, azokon én is elindulok, és akkor a tavalyi évben ez, ez volt az egyik, hogy hát akkor most már végre csináljunk már egy lemezt és akkor nyertünk is rajta, úgyhogy csináltunk egy lemezt, és ez lett az eredménye. Árpi, hozzá fordulok először, Igen. így a második részt tekintve. Hol vettétek fel, melyik stúdióban ezt a lemezt, és melyik kiadó karolta fel, vette szárnyai alá, hogy ilyen költői, ilyen fogalmazza. Hát tulajdonképpen ez, a, ez az egész Eszternek a lemeze legyen most már végre teljesen, ez tulajdonképpen... Nevű projekt. Igen. Pont <laughs> Ez a Hunka Robert barátunknak köszönhető, aki ugye a hunnia kiadónak a vezére tulajdonosa és, és mindenese. Ö, és ö, a tavaly előtt készítettük az Árpisó lemezt, ahol szintén ugye Eszter énekel, az Árpisó zenekarban, a Török Bálinti Supersize stúdióban, ami szintén oda a Hunnia érdekeltségebe tartozik, ez az objektum. És ott már akkor a Robi elkezdte mondani, hogy de hát Eszter, hát annyira jól énekel, hát, hogy akkor most már akkor legyen már lemez. És ő ezt bevállalja, olyan, már hogy a kiadást, meg hogy itt a stúdió, meg nem. És hát ez, ez, egyben válasz a kérdésedre, tehát a, a, Hunnia kiadó adta ki a lemezt, és a, a Supersize stúdióban készült Török Bálinton és ez egy speciális technikával készült ez a lemez, csak úgy, mint az árpisó, ugye ez a DSD felvétel volt, ami egy direct sound drive, vagy nem is tudom, mit takar ez a, ez a kijelentés. A lényeg az, hogy egy ilyen, nem egy ekkora mikrofon, amiben most beszélek, hanem egy tízszer óriás mikrofon van kirakva középre, és... Tulajdonképpen a zenészek vannak térben elhelyezve a megfelelő pozíciókban, hogy arányos legyen a felvétel. Viszont egy térben vagytok, egy nem térben, külön Egy térben, annyi, annyi, különbség volt, hogy... Tehát ez igen. a régmúlt és a... A jelen technikájának így van. egyfajta fúziója. Így van, így van, mert nyilván nagyon komoly digitális techn technológia, meg ilyen űr cuccok a stúdióban, tehát nem, bár, már majdnem azt mondtam, hogy nem szalagra rögzült, bár ez sem teljesen igaz, mert, mert pont amikor ben voltunk a stúdióba, akkor hoztak, hozták vissza a nagy szalagos magnót javításból, úgyhogy a hangmérnökünk, kiváló hangmérnökünk Halász Gábor azonnal átjátszotta a felvételt szalagon. Tehát egyszer meg van futtatva szalagon a ami nyilván ez most a hallgatóknak nem mond semmit, de mi zenészek azért tudjuk, hogy ez, ez a hangzás abban rengeteget számít, melegít a, a szalagnak a hangja, az egy ilyen nagyon plusz melegséget ad a felvételnek. Tehát, hogy régen... Gondoljanak, nem... kedves hallgatóink, igen. a régi Bakelit lemezekre. Így van, így van. Most nagyon leegyszerűítve nyilván. Igen igen, vagy... igen, 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 igen. Ö... És akkor a körmondatban voltam, hogy elfelejtettem, hogy honnan indultam el. Tehát igazán annyi történt, közben eszembe jutott, hogy a zenekar... Volt egy helyiségben és egy mikrofonban játszottunk. Eszter, ö, nyilván ez ilyen biztonsági meg a felvétel ö, kezelhetősége ö, okán, Eszter volt egy külön helyiségben, ő, ő énekelt. De tulajdonképpen ami a lényeg, és amit még izgatottan várunk, hogy a DSD felvételek felkerülnek egy oldalra, ami a nativedsd.com címet viseli. És itt megversenyeztetik és őket. Így, így minden amely. évben. És ugye hát ez most évelején jött ki technikailag ez a felvétel. Tehát majd év végén várhatjuk, hogy esetleg valami És nagyon szépen szoktak szerepelni a Hunya Records kiadványai. Így van, Igen. így van. Hát hiszen mo most kicsit hazabeszélek, az Árpi Show ugye az év jazz lemeze a tavaly. 2021-ben. Igen, a tavaly előtti évben. Úgyhogy most, most egy kicsit izgulunk, mert hát, hogyha most <laughs> meg majd Eszter lemeze lesz az év jazz a Native DSD-n. Úgy, Csak. legyen, mi is szurkolunk nektek. Ezt mikor várható, vagy várható-e lemezbemutató koncert, vagy koncertek? Ez éppen most lesz, holnap május 20-án este, ez lesz a fő lemezbemutatónk, Este 8 órakor és a Hungaroton stúdióban lesz a lemezbemutató. Na hát, hogy egy régi műsor címét idézem, itt álljunk meg egy szóra. <laughs> Hungarotor Studio, ez, ez, ez fantasztikus helyszín, és nem Igen. is hallottam, még, legalábbis mostanában ilyenről, hogy ott, ott koncertet rendeznek. Ez hogy jött össze? Hát nem is nagyon szokás. Riger Attilának volt ott egy lemezbemutatója, talán két évvel ezelőtt, és ez bennem úgy megmaradt, hogy, hogy volt ott egy ilyen esemény, és a Sapszon Bálint a tulajdonosa a Hungarotonnak, a Hungaroton stúdiónak, aki nekünk volt évfolyamtársunk, és felhívtuk, hogy, hogy esetleg lehetne arról szó. Ugye nagyon sokat gondolkodtunk, hogy hol legyen. Szerettünk volna mindenképpen egy jó helyszínt neki. Nem szerettünk volna mondjuk tányér, csörgést, ö, kanalakat, villákat a lemez bemutató alatt. Már csak azért is, nyilván ezt senki nem szeretné, csak hogy, ö, csak hogy amúgy is egy kicsit ilyen némileg ez ilyen kamarazene intimitást igényel, Uh, úgyhogy nem mindenképpen... klub Igen, tehát mindenképpen azt szerettük volna, hogy valami nyugodt körülmények között akusztikailag szerintem jobbat ennél nem nagyon remélhetünk, tehát hogy, hogy abszolút. A nyitott volt, úgyhogy hamar megbeszéltük vele, hogy akkor lesz ez a koncert, és Hát reméljük, hogy mindenkinek érdekes lesz. Ugye az embereknek is külön egy kuriózó, hiszen nem lehet ide bemenni. Tehát ez nem egy olyan hely, hova most gondolok egyet, és csak úgy bekukkantok, hogy milyen belülről. Már csak ilyen szempontból is Igen. egy nyerő ötlet volt, hogy Igen. itt rendezzétek meg ezt a lemezben mutató koncertet. Árpi, Béla is veletek? Lesz a szaló ki Béla? Így van. Béla is velünk lesz. Gondolom, és most ezt... azért több számban fel fog tudni nem? Persze, csak kettőben. Persze, persze. Öh, hát abban a kettőben mindenképpen. Már jó a büfé. <laughs> abban a kettőben mindenképpen fog szerepelni, de igen, ez a tervünk, hogy, hogy egy kis merénylet ellene, hogy, hogy nem csak abban a kettőben. Úgyhogy ő is ott lesz, Tulajdonképpen ami az érdekesség a dolognak, hogy nagyon akusztikusan fogunk játszani. Tehát ugye a, a Hungaroton stúdiót a zenészeken kívül tényleg nem nagyon ismerik az emberek, hiszen honnan ismernék, mert ez valóban nem egy nyilvános helyszín. Ö, tehát és, és Én sem jártam ott soha. Nem? Nem. Nem, nem. nem. Hát holnap, karcsikám, akkor ha nincs koncertet, szeretettel várunk. Ö, és... Mivel rendkívül foglalkoztatott jazzzenész vagyok, hát, van tessz. koncertem. Oh. Ahol, úgy, ennek, ennek örülünk, kicsi. írunk egyik szemünk, hogy is mondjam. Okay. Szolgálatban leszünk mindannyian, ez a lényeg, igen. és hála Istennek egyébként. Igen, szóval, szóval igazából ugye ez egy, ez egy baromi nagy terem, tehát egy Mit, mit is mondjak, egy, egy fedett kosárlabda pályát kell körülbelül elképzelni, tehát ez egy tényleg egy hatalmas méretű alapterületre és belmagasságra is, hiszen az ideális felvétel, hangfelvételhez baromi jó, amikor van egy természetes csengés, egy lecsengés egy hangnak. Tehát egy pici süket szobában a legritkább esetben lehet, illetve a komoly utómunkával lehet csak jó felvételt készíteni. Na most ez a terem, ez direkt ugye így lett kitalálva a még annó 60-as évek óta működik ugye ez, a, ez az objektum, és, és hát minimál hangosításra fogunk készülni. Tehát tulajdonképpen a két fúvos teljesen akusztikus lesz. Gyafi, aki ismeri Gyárfás István Gyafit, az tudja, hogy valószínűleg egy... egy akustikus csöves Egy, egy 40-es évekbeli 10 wattos Gibson erősítővel fog megérkezni, gyanítom. Sorsmarci barátunk legtöbbször akusztikusan nagybőgőzik, mert hát kiváló kiváló technikájú művész, és nagyon jól szól a kezében a hangszer, mindenféle hangosítás nélkül. Egy minimál kis hangosítás lesz Eszternek berakva, nyilván az éneknek muszáj megszólalnia, de de tényleg ilyen nagyon, 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 nagyon várjuk igazából a, a hangzását a koncertnek mi magunk is, mert nagy várakozással vagyunk, mert valószínűleg nagyon jó lesz így, ismerve a terem akusztikáját. Tudtatok ott próbálni járni? van arra lehetőség? Nem. 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 Én, játszó, én, jártam ott többször dolgozni, hiszen Sapszó Bálint barátunk üzemelteti most a, a, a stúdiót, és ugye a, a, a Budapest Scoring nevű cége Bálinnak mindenféle filmzene felvételeket készított, illetve, illetve mindenféle ilyen bérmunkák szerte a világból kell... Videójátékokhoz já, is talán Minden. Zeneek, filmek, minden sorozatok, videojátékok. Sok mindenről nem is tudjuk, hogy ott magyar zenekar Így van, így van. És, és jó eséllyel, jó magam is játszom egy csomó olyan felvétel amiről nem is tudom, hogy játszom rajta. Mondjuk nézem a Csak streamen. Nézek a streamen egy sorozatot. Kihalljuk és halljuk a kórusból. Áj, áj, persze. És... Tehát én, én dolgoztam ott, én ismerem azt a termet, és én, én már most tudom, hogy ez, ez nagyon jó kis koncert lesz. Úgyhogy... Ebben biztos vagyok, és ezt nem csak a helyszín garantálja, hanem a személyetek is. Nagyon sok sikert kívánok ehhez, mint ahogy mindenhez. Nagyon szépen köszönöm, Köszönjük, hogy itt voltatok. Szépen.